Röviden a sajtótájékoztató elején szeretném bemutatni önöknek professzor asszony szakmai életútját, kiemelve csak a legjelentősebb eredményeit, ezt követően pedig szeretném ismertetni azokat a megfontolásokat, ami alapján az ő személyére esett a választásunk. Csat Magdolna Szent Györgyi Albert díjas közgazdász, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem rektori főtanácsadója 2022-ben megkapta a Magyar Közgazdasági Társaság életműdíját, és idén 2023-ban a Magyar Érdemrend középkeresztje állami kitüntetést is. Főbb szakterületei közül kiemelem a gazdaságfejlesztés, a pénzügyi hatékonyság és az innováció menedzsment területeket, amelyek különösen is kapcsolódnak ehhez a tisztséghez, amelyre most jelöli őt a Mi Hazánk. Az eddig ismertetettekből is látszik, hogy nem pártemberről van szó, nem azért jelöljük Csat Magdolnát, mert bármiféle párt utasítást vagy elvárást megfogalmaznánk az irányába, hanem azért, mert nagyon széles társadalmi és szakmai elismerésnek is örvend, és megtisztelő a számunkra, hogy elfogadta ezt a felkérést. Olyan szakember tehát, aki a munkája, a képességei, az életútja alapján méltó arra, hogy ezt a komoly tisztséget betöltse, és a nemzeti elkötelezettségét is többször bizonyította már az életpályája során. Szeretnénk ezzel a jelöléssel egy ilyen típusú üzenetet is küldeni az egész társadalom felé, hogy amikor valamely szervezetnek lehetősége van arra, hogy bármilyen tisztségbe jelöljön valakit, akkor elsősorban a szakmaiság, az ő saját munkája, képességei, életútja legyenek azok, amelyek döntőek egy adott tisztség betöltésekor, és ne bármiféle pártkapcsolat. Tudatosan választottunk egy olyan szemét, aki semmelyik párthoz nem kötődik, párttisztséget nem visel, így a Mi Hazánk mozgalomnak sem tagja természetesen, de úgy gondoljuk, hogy a társadalmi és szakmai elismertsége alkalmassá teszi őt arra, hogy ezt a tisztséget betöltse, és akkor megkérem Magdolnát, hogy az elképzeléseit ismertesse ő is a sajtó megjelent képviselőivel. Köszönöm szépen a szavakat. Nem nagyon szeretnék részletekbe belemenni, őszintén szólva, mert az majd a meghallgatásnak lesz a témája. Talán annyit, hogy megtisztelt ezzel engem a Mi Hazánk, hogy ezt a lehetőséget felkínálta. Én is szakmainak tekintem teljes mértékben, hiszen ténylegesen nincs közünk egymáshoz, és engem is meglepett a felkérés. Kellemes meglepetés volt, azt hozzáteszem. És úgy gondoltam, hogy minek után a szakmai tevékenységnek köszönhető, ezért nem lenne illendő nem elfogadni. Én azt szeretném hangsúlyozni, hogy Magyarországon most olyan mértékben egymásnak feszülnek erők, hogy az már árt a magyar gazdaság sikerességének is. Én nagyon-nagyon régen foglalkozom már a gazdaság strukturális kérdéseivel, azzal, hogy hogyan lehetne a gazdaságot versenyképesebbé tenni, és hogy ebben mi a feladata a monetáris politikának, mi a feladata a fiskális politikának. Természetesen ez a kettő néha összeütközhet, hiszen a fiskális politika kicsit inkább rövidebb távon gondolkodik, hiszen a költségvetésről van szó, a monetáris politika viszont egy kicsit hosszabb távon kell, hogy gondolkodjék. Azonban nagyon fontos, hogy ezek egyensúlyba és harmóniába legyenek egymással, mert ha nem, az árt az egész gazdaságnak. És én úgy gondolom, hogy a monetáris tanács az egy olyan hely, ahol ezt az értékrendet képviselni lehet, sőt kell is képviselni. Ráadásul én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon komoly szakmai döntéshozó, elemző társaság. Hátterében a Nemzeti Banknak a nagyon komoly fiatal közgazdász gárdájával, akikről nagyon jó véleményem van, egyébként nagyon jó szakemberek dolgoznak ott. Tehát én óriási lehetőséget látok abból a szempontból, hogy itt az ember tényleg szolgálhatja az ország ügyét. És én nekem világéletemben ez volt az egyedüli célom, hogy ahol előfordultam, ahol bármit csináltam, ott mindig az volt a szemem előtt, hogy
nekem, mint értelmiségének az a dolgom, hogy Magyarország ügyét vigyem előre. És mi lehetne fontosabb, mint az, hogy javítsuk a magyar gazdaság esélyeit ebben a nagyon gyorsan változó és szanaszéjjel futó, nehezen kiszámítható világban. És ehhez pedig az kell, hogy legyen egyensúly az országban, legyen egy egyensúly a döntéshozók között, és próbáljunk a mi jövőképet megfogalmazni a tekintetben, hogy együtt a fiskális és a monetáris politika hogyan szolgálja az ország érdekét. Hát röviden ennyit szeretnék mondani.